Azzal szeretném folytatni, hogy ugye ennek a természetes módon való összegyűlésnek és közösségépítésnek a legfőbb akadálya ma, hogy nincsenek közös célok. Mint ahogy hazánk sincs. Családunk sincs, mert nincs, ami összekösse a családot. Nincsenek meg a célok. Hazánk sincs, mert nincs meg az a terület, amit te kisgyerekként bebolyongtál. Az árokpartok, a patakok, a mit tudom én, azok a területek, amit egy gyereknek föl kell fedeznie, be kell bolyongjania. Tehát ma ezek a dolgok hiányoznak. Tehát ha azt akarjuk, hogy újraépüljenek a dolgaink, akkor a legfőbb, amit megtehetsz, hogy ki kell szállni a Matrixból. Tehát ez a önellátás, ez nem azt jelenti, hogy most legyen egy kiló paradicsomot, mert nem ezen múlik az önellátás. Mi az, amitől a legnagyobb függőségben vagy ma? Amire a legtöbb pénzt költöd? Nem az áramra, nem az élelmiszerre, az egészségügyre. Számolt ki egyszer. Számolt ki, hogy mennyi a TB-d, mennyit fizet utánad a céged, mennyit dobsz ki élelmiszer, mi a fenék ezek? Kiegészítőkre, gyógyszerre, stb. Tehát én a legfontosabbnak azt tartom, hogy ettől a rendszertől függetlenedjél, már csak azért is, mert ez a rendszer, tehát mai világban minden az ellentétét csinálja, mint ami a dolga lenne. Tehát az árvízvédelem csinálja az árvizeket, a gyerekvédelem rontja meg a gyerekeinket, meg teszi tönkre, stb. Tehát ez is egy ilyen játék, hogy az egészségügy tesz beteggé téged. Ez egy nagyon egyszerű metódus, már sokszor elmondtam, de körülbelül az a lényege, hogy az élő rendszerek mindig rendbe rakják magukat és korrigálnak. Tehát ha neked, mit tudom, hogy megjelenik egy magas vérnyomás, az amiatt jelenik meg, mert be van sűrűsödve a véred, és hogy egy sűrűbb folyadékot ugyanoda el tudj juttatni, ahhoz nagyobb nyomás kell. Ha elkezded szedni a vérnyomás csökkentőket, akkor elkezdődnek azok a lerakódások, amik aztán tényleg gondokat fognak okozni. Na, tehát a legfontosabb az önellátásban az egészség. Na most az egészséget viszont csak úgy tudod megteremteni két dologban. Az egyik, hogy legyél egész. Tehát legyen, ami lelkesít, legyen, ami célt ad. Tehát egy emberre is vonatkozik, hogyha nincs célja, a természet, aminek nincs célja, azt lebontja. Tehát ezért van, hogy új csípőprotézis kell csinálja, mert nem használod a lábadat. Ilyen egyszerű az élet. Nem az, hogy elkopik. Élő rendszerek nem tudnak elkopni, hiszen az életnek ez a lényege, hogy folyamatosan javítja magát. Tehát ha eltörik egy csontod, az soha többet nem fogod eltörni. Mert a szervezet, az élet úgy értékeli ezt az eseményt, hogy nem volt elég erős. Tehát összeforrassza és erősebbre. És minden betegséggel ez így van, hogyha normálisan megoldod azt a betegséget, tehát nem elkened egy műtéttel vagy egy bármivel, akkor erősebb lesz tőle bármilyen szerved. Jó, tehát az egészséghez egyrészt ez kell, hogy legyen életcélod, legyen miért élni. Nagyon fontos a mozgás. Tehát egy dolgot mindenki elfelejt, és valamiért az orvosok se figyelmeztetnek rá, hogy ugye az érrendszerednek, a vérnek van egy saját pumpája, ugye ez a szív. És a nyirokrendszernek mi a pumpája? Mi? Az izom. Így van. Tehát gyakorlatilag, ha nem mozogsz, akkor pang benned a nyirokrendszer. És a pangó nyirokba, aztán el fog minden szar szaporodni. Tehát ezért kell mozogni. És mozgások közül is a legfontosabb, nagyon érdekes volt, mert sokáig van egy kis Gergely nevű nagyon jó csontkovácsunk, és szinte már mindenféle mozgásszervi dolgot, mi a fene ez? Sérv, meg egyebet rendbe tudott rakni, és egyedül a csípővel nem boldogult, tehát hogyha valakinek kiírták csípőprotézisre porckopás miatt, ugye, most mitől kopna el a porc, amikor egész nap semmit nem csinálsz? Tehát nyomsz két pitty-pittyet, kinyílik az ajtó, beszállsz a kocsitba, bemész a munkahelyre, újabb pitty-pitty, fölmész a lifttel, tehát nem mozgunk. Pont ez teszi legjobban tönkre az ízületeket, ugye, hogy nem elkopnak, hanem egyszerűen nincs céljuk, nincs funkciójuk, és a természet lebontja. És pont ezen gondolkozom, hogy mit lehetne csinálni a csípőprotézisekkel, mert akármit csináltunk velük, nem boldogultunk. Akkor kitaláltuk azt, hogy hát milyen mozgás az, amit nem csinálunk, és a régi világban csináltuk.
Van-e tippetek? Guggolás, így van. Na most guggolva szartak, guggolva ültek a tűz körül, mindent guggolva csináltak. Nézzétek meg, a keleti népek a mai napig térdelnek. Ugye vannak innak, amik itt egész a tarkótól indulnak, és lemennek az Achilles innig, és ezek ilyenkor tudnak nyúlni, a helyükre tudnak kerülni. Tehát a guggolás az nagyon fontos. Ha semmi egyebet nem csinálsz, mint 50 guggolást, már többet tettél az egészségedért, mint ha teletömöd magad minden szarra. És az embereknek egy jelentős része egyáltalán nem tud ma már guggolni. De ezeknek is meg kell kezdeni, és legalább két székkel elkezdeni és guggolgatni. Jó? Tehát még egy fontos van a guggolásnál, ugye vannak ezek a csappantyúk a vénáitokba, amikor guggolsz, akkor elkezdi pumpálni a vért, nyirkot, mindent. Tehát guggolás, így van. A mozgás nagyon fontos, de nem az értelmetlen mozgás, mert a tudatalatti, vagy lélek, vagy tök mindegy, minek nevezzük, érzi a szobabiciklibe, hogy kurva fölösleges és értelmetlen dolog. Tehát ez a mai világ, hogy felülsz valamire, egész nap tekersz, és nem jut sehova. Tehát ne a szobabiciklit, hanem akkor már értelmes mozgás. Na most ha már értelmesen akarsz mozogni, csinálj egy kis kertet. Mindenféle mozgásformát meg fogsz csinálni. Tehát annak idején pont ezen rögtem, hogy néztem, hogy az asszony nézi a tévébe ezt a Cindy Crawford kazettát, ugye? És elkezdtem gondolkodni, hát baszki, ez a csaj most éppen kaszál, meg gyomlál, meg fát vág, érted? Tehát ugye ezek a mozdulatok tök fölösleges. Akkor csináld, akkor kezdj el teremteni. Ugye ezzel a mozdulatsorral. Legyen értelme. Legyen a családodnak egészséges élelmiszere. Tehát, és a másik, azt meg pont az Anasztázia könyvekből lehet látni, hogy mennyire fontos a kiskert, az, hogy te neveld azt, az a növény neked teremjen. Érdemes ezeket a könyveket elolvasni. Tehát hihetetlen, a természet az mindenből kigyógyít, hiszen amíg a természet része vagy, minden teremtő köteles ellátni a teremtményeit. Érted? Tehát te köteles vagy megvédeni, táplálni, stb. Mindenki sejtedet. Ugye ez van a földanyával, amíg nem szakadsz el tőle, amíg nem taszítod el a kezét, amíg nem mondod azt, hogy nekem sokkal jobb, ha egy gipszkartó irodába ülök. Tehát benne kell élni, benne kell létezni a természetbe, és csinálni, amit a természet mutat. Hát még a ritmust is mutatja, csak a felülírjuk. Hát nézd meg, próbálj meg egyszer akkor fölkelni, amikor a nap fölkel. Egyébként automatikusan fölkelsz, csak visszafekszel. Lehet, hogy már nem is emlékszel rá, de mindenki felkel, amikor a nap felkel. Mindegyes élőlény. És amikor lemegy a nap, akkor feküdj le. Na most nézd meg, ugye mindenkit szerencsétlenkedik, meg kínozza magát fogyókúrákkal. Hát a legegyszerűbb fogyókúra az az, hogy amikor lemegy a nap, utána már nem eszel. Pont. Az másnapig beléd rohad az a kaja. Lemegy a nap, leáll az emésztőrendszered. Nem, ezért mondtam a hagyományokra, hogy oda kell figyelni, és rá kell jönni, hogy mit miért csináltak. Miért volt az, hogy minden reggel zsíros reggelit tettek? Szalonnát, vagy tocsogós tojást, vagy zsíros kenyeret. Nézd meg, felkelsz, ugye, és hát a májad az hogy tud méregteníteni, ezt tudod-e? Hova önti a mérget? Mi? Bélbe, de hogyan jut el a májból a bélbe? Epevezetéken, így van. Tehát amíg nincs epeömlésed, azzal húzod le a klotyót. Amíg nincs epeömlésed, addig nem tud kimenni onnan a méreg. Na most epeömlésed csak akkor van, ha zsírosat eszel. Na most ha reggel műzlit eszel, akkor így jártál. Jó? Tehát reggelre jó zsírosat, akkor az ugye kipucolja rögtön, egész nap onnantól működni fog a májad. Ilyen kis egyszerű trükkök. Nem NASA technológia, egyik se, de működik, jó? És ha ezeket a kis egyszerű dolgokat betartod, akkor egészségesen tudsz élni. És nem, ugye, nem az árt, amit a szádon beveszel, hanem amit kiadsz. Tehát nagyon figyelj arra, hogy kire mit mondasz, kinek a háta mögött mit mondasz. Tehát ez az, amit mondtam a forrás törvényről, hogy minden teremlényed visszaszárad. Minden. A gondolataid, a kimondott szavak, soha nem mondj másra rosszat. Erre nagyon figyelj oda. Soha. Jó? Na, akkor elkezdjük ezt a bizonyos közösség szervezést. Én körülbelül elmondom, hogy volt az eredeti, a szerves közösség építés, nem kellett építeni, tehát hogy épültek föl a szerves közösségek, aztán meglátjuk, hogy mi az, amit ma ebből meg lehet csinálni. Tehát mondtam a két
különbséget, tehát ezt a közös célok építik föl, és ezek egymásra együttműködő rendszerek. Ezek gyakorlatilag az oszd meg és uralkodj elv alapján elkülönülő rendszerek. Tehát mindenki elkülönül a másikról, és ezért atomizálódott így a világ, és ezért van az, hogy még a generációk se tudnak együtt élni, mert összeugrasztották őket. Hát emlékezzetek a gyerekkori iskolás tankönyveitekre, ugye? Hogy a régi világ az ilyen szar volt, de most a Grisa a traktorra ennyi, hát én még ebben nőttem föl, ennyi földet tör föl, meg mit tudom én micsoda, tehát már elavult volt. Rendesen az a kötelező oktatásnak a célja, hogy egymásnak ugrassza a nemzedékeket. Majd nézd meg, a mai tankönyveket is megnézheted nyugodtan. Tehát nem az, hogy te működj együtt a nagyapáddal, mert fontos az a tudás, ami nála van, hanem az, hogy ez már elavult. Hát nem tudja nyomni, nem tudja már a simogatós telefont vagy integetős telefont kezelni az öreg. Hát életképes az ilyen egyáltalán? Digitális analfabéta, hallottátok ezt a kifejezést? A régieket azzal baszogatták, hogy analfabéták, ugye? Bár hatalmas tudásuk volt, az újakat ezzel, hogy digitális analfabéták. Nem tudnak egy elektronikus kérdőívet kitölteni. Azt senkinek nem tűnik fel, hogy mi a szar szükség van elektronikus kérdőívekre. Érted? Tehát amit Pap Gábor szokta mondani, hogy ez a világ úgy működik, mint az a gyerek, aki megöli apját, anyját, hogy részt vehessen az árvák szeretett vacsoráján. Ezt csináljuk. Na akkor nézzük meg, hogy működtek valaha a közösségek, egyébként ugyanezen az elven. Vagy akár ezen is mutathatom. Tehát minden egyes családnak volt egy családfője. Ez általában a legidősebb, még aktív férfi tag volt, és szépen ugye ő átadta a vezetést a következő generációnak. De addig ő képviselte a családot. 10 ilyen családfő, az választott egy tizedest magának. Ez a tizedes, ez képviselő volt, nem vezető. Tehát itt van a kulcsa az egésznek, hogy képviselők kellenek. Tehát olyan emberek, akik a közös érdekeket képviselik. Tehát nem vezetők kellenek. Vezetőből annyi van, mint a nyű. Általában az akar embereket vezetni, aki magát se tudja vezetni, mert sérült. Nézzétek meg a diktátorokat. Ezért mondtam, hogy nem lehet ezeket a szinteket kiadni. Először magadat tedd rendbe, hitelesen működjön a családod, hitelesen működjön az a közösség, akinek tagja vagy, és ez így megy fölfele. És félre ne értsetek, én se vagyok hiteles. Csak körülbelül látom, hogy mit kéne megtenni ahhoz, hogy működjön ez a világ. Na, tehát a tizedesek, tehát ez a képviselő volt a tizedes. Na most, itt van egy nagyon fontos dolog, bármelyik képviselő bármikor visszahívható. Pont. Ez a kulcsa az egész rendszernek. Ez a negatív visszacsatolás, ami a mai rendszerből hiányzik, érted? Mert megválasztasz egy faszit, általában azt, aki a legnagyobbat hazudja. Tehát minél több kilométer autópályát, minél több kórházat, tehát amit elvársz. Ingyen sört és halhatatlanságot, érted? Megválasztod ezt a faszit, majd 4 évig lesz szar téged, és ott baszált, ahol lehet. De nem tudsz vele mit csinálni, mert nem visszahívható. Itt bárki bármikor visszahívható. Jó, 10 tizedes választ maga fölé egy századost. Ugye ez már 100 embernek a képviseltét látja el. 10 százados választ egy ezredest. Ez már 1000 embernek a képviselését látja el. Fölé egy 10 ezredest, fölé egy 100 ezredest, és már látszik, hogy nem fér ki. Tehát fölötte van még a milliómos. És a milliómosok, ez a 10 vagy 15 milliómos, aki ezt az országot választaná, ez választhatna teljes joggal maga fölé egy vezetőt. Egy királyt, vagy tök mindegy, minek mondjuk. És ez valahogy így működött, akármilyen érdekes a dolog. Utoljára, amikor ez a rendszer működött, ez Árpád ideje volt. Tehát ugye egy cél miatt, tehát volt egy közös cél, a közös cél az az volt, hogy a Kárpát-medence, ez rendkívül fontos terület, ez Európa kellős közepe. Ez a központja. És a központ az rendezetlen volt. Tehát akkoriban ugyanez megvolt, mint Trianon után, hogy szétszabdalták a Kárpát-medencét, az egyiket ez vezette, a másikat az vezette, különböző vallások voltak, különböző államalakulatok voltak, tehát volt egy őskáosz, és ha a központban káosz van, akkor nyilván ez fog kisugározni. Most Árpádéknak az volt a feladata, hogy ezt a központot újraindítsák, tehát magyarul újra rakják a tüzet.
Ezért ez a hét vezér, ugye ez a tízezes rendszer, ez a 7 és 12 között változhat a szereplőknek az aránya. Tehát a hét vezér, aki maga is király volt, az összefogott egy közös célért, pocok, csönd van. Az a középső fiam azért ilyen hangos, anyjára ütött. Na, tehát ez a 7-12 király összefogott egy közös cél érdekében, ez a közös cél az az volt, hogy újraindítsák a szakrális működését a Kárpát-medencének, ezért ugye mit tudunk a legendákból, hogy pajzsra emelték Árpádot. Mi ez a pajzsra emelés? Hát magam fölé emelem. Elfogadom az irányítását. Alárendelem magam neki. Tehát egy közös célért lemondtak bizonyos jogaikról, és átadták Árpádnak. És hogy mennyire sikeres volt Árpád, most gondoljátok el, amit ma úgy adnak el nekünk, hogy a besenyők végigrugdostak minket a, mit tudom én, a Etel közből, ide berugdostak minket a Kárpát-pencébe. Hihetetlen, tehát olyan logikai bukfencek vannak, és senkinek nem tűnik fel. Úgy látszik, ez csak a fizikusokat zavarja, mert egy csomó ilyen fizikus idézőjelben történész van, meg fogorvos, meg mindenféle, az a lényeg, hogy a történészek ezzel nem foglalkoznak, hogy itt felmerülnek kérdések. Egyrészt, ha már idáig rugdosták őket, miért nem rugdosták el őket az Atlanti-óceánig? Kettő, hogy lehet egy nagy állattartó népet berugdosni a Kárpát-medencébe? 500 000 ember jött be, az azt jelenti, hogy 5 000 000 nagy állat, ló, marha, stb. Nézzétek meg, ha egy 30 000-es várost ki kell üríteni, micsoda logisztikai feladat, buszokkal, teherautókkal, minden szarral. Itt 500 000 emberről és 5 000 000 állatról volt szó, aki egy nagyon hosszú úton át kellett kelni a Kárpátokon, be kellett jönni. Szállás kellett, az állatoknak takarmány kellett, ellett az állat, szült az ember, tehát elképesztő logisztikai feladat, ma se tudjuk megcsinálni. Nem tudjuk megcsinálni. Ez olyan, mint a Baalbekbe épített napszentély, egyetlen egy kövét nem bírjuk ma fölemelni. És ilyen több fotballpályányi terület van kirakva belőle. Na, tehát bejött Árpád, ugye berugdostak minket a besenyők, majd 2 év múlva PP verjük Európát. Most ez hogy van? Ugye a kalandozások kora, tehát annyira logikátlan ez az egész dolog, ahogy lehet. De, amiről beszélni szerettem volna, ez a bizonyos struktúra, hogy látványosan ilyen vezetési rendszer volt. Na most nyilván, hogy ez utoljára a hadászatba maradt fönn, a hadviselésbe, tehát ugye aki még volt katona, tudja, hogy ezek ma is létező rendek, katonai rangok, ez a tizedes, százados, ezredes, stb. Tehát ez még ennek a rendszernek a maradványa. De ugyanez megvolt a civil életben is, a békeidőben is, ugye ez a rendszer. Tehát voltak képviselők, és ezek tízesével egyre magasabb szintekké szerveződtek. Tehát ez a tizedesek szintje, ugye tizedesből 1 000 000 van. Századosból már csak 100 000 van. Ezredesből már csak 10 000, stb. Stb. És így működött ez a rendszer. És hogy mennyire jól működött, gondoljátok el, hogy pont a pozsonyi csata, ugye, tehát erről annyit kell tudni, hogy Európában hihetetlen világ volt, hihetetlen hideg világ. Tehát olyan állandóan háborúztak, de ilyen baromfi udvarni hercegségek voltak. Tehát hol volt az Európa, amihez felzárkozzunk? Ez is egy hülyítés. Nem, ilyen kis hercegségek voltak, folyamatosan egymás parasztjait gyilkolták, ezért folyamatosan éhínségek voltak. Van egy nagyon jó könyv, ezt a Millenniumra adták ki annak idején, az a címe, hogy Glóriás Árpádok. Ez egy gyűjtemény, amiben összegyűjtik a korabeli krónikákat. Tehát Árpád korabeli, német, meg mindenféle arab, egyéb krónikák, és ebbe például leírják, hogy olyan éhínségek voltak Európában, hogy egymást tették az emberek. De hát csak gondoljatok a Jancsi és Juliska mesére. Mivel kezdődik Jancsi és Juliska meséje? Emlékszik valaki? Nem egészen, nem egészen így kezdődik, és ez is jó sztori, de az eredeti Grimm gyűjtésben az van, Jancsi és Juliska kihallgatja, hogy a szülei meg akarják őket enni, és ezért indul vándorútra. Hoppá! Igen. Na most ez azért durva, mert tényleg ilyen éhezések voltak. Tehát leírják, hogy azt hiszem talán Bázelbe történt, hogy valakit
azon kaptak, hogy emberhúst árul a piacon. És mi történt vele? Felkoncolták és megették, igen. Igen. Szóval ehhez az Európához akartunk felzárkózni. Egyébként most ugye ez az Európához akarunk felzárkózni. Hát nézzétek már meg. Hát pórázon húzzák a fehér embereket maguk után. A négerek. Németországban. Ehhez akarunk felzárkózni? Biztosak vagyunk benne? És megint a magyar értelmiség. Szóval nem bántani akarom az értelmiséget, meg majd egyszer ki fog nőni ennek a világnak a valódi értelmisége, a valódi nemessége, de addig egy varró tűt ne bízzatok rájuk. Ne bízzatok ránk. Én is az vagyok. Na, szumma szummárom, a pozsonyi csatában az történt, hogy ez az Európa nagyon nem akarta ezt a szakrális központot, ezért gyakorlatilag egyesült Európa, az akkori EU haderő, és elindultak, a Duna mentén megtámadták Magyarországot, a két parton egy-egy szárazföldi hadsereg és egy Dunaflotta középen, és hát a pozsonyi csatába ez győzte le, ez körülbelül olyan, hát különböző források vannak, ilyen 5 és 10-szeres túlerő között mondják a források, de gondoljátok el, egy ekkora haderőt legyőzött az ugye a besenyők által bekergetett Árpád és csapata, de ugye ennek milyen ára volt? Tehát meghalt Árpádnak 3 fia a csatába, és Árpád is halálos sebet kapott és meghalt. Tehát ilyen egy vezető. Most no comment, én nem mondom, hogy ezt hasonlítsátok össze a Gyurcsánnal, meg az Orbánnal, meg a többiekkel, de valahogy így kéne egy vezetőnek működnie, aki ténylegesen elvállalja egy közösségnek a vezetését. Ez egy óriási vállalás. Egyébként régen például úgy volt, hogy ez is nagyon érdekes, ott valami Szent István előtt történt Taksony és Géza közt, mert ott változtak meg a törvények. Teljesen. De addig olyan törvények voltak például, hogyha egy képviselő nem ment el az országgyűlésbe, akkor azt a képviselőt felkoncolták, és a családját pedig rabságba adták. És ez azért érdekes, mert ennyire fontos volt, hogyha valaki elvállal egy feladatot, azt csinálja végig. Na, tehát tizedes rendszer, mi a működési elve, mi a lényege? Két lényege van. Az egyik az, hogy szabadon választható bárki, a másik, hogy visszahívható bárki. Na most, ha megnézed, itt ülünk mondjuk 11 terembe, és kiválasszuk mondjuk a legszarabb embert, aki a legalkalmatlanabb a feladatra. Kiderül róla, másikat választunk, kiderül róla. Az a lényeg, hogy 8 döntésből biztos, hogy a legjobbat fogjuk csinálni, pont a visszahívhatóság miatt. Ez az, ami a mai világban nincs meg. Na most, én azt mondom, hogy el kell kezdeni ezt a tizedes rendszert építeni mindenkinek a saját lakóhelyén, lakókörnyezetébe. Tehát ez nem megy Facebookon. És mindenki mondja, hogy hát igen, a saját családom nem hallgat rám, a saját környezetem nem hallgat rám. Nem hallgatni kell, tehát ezt nem lehet. Figyeljetek, annyiszor átbaszták az embereket, hogy már semmiben nem hisznek. Tehát hiába magyarázol nekik. Példát mutas. Azt el fogják fogadni. Mert ha azt látják, hogy egészséges vagy, boldog vagy, gyerekeid működnek, családod működik, akkor el fognak rajta gondolkodni, hogy miért is az övé, miért működik, az enyém miért nem. És nem kell magyarázkodjál, és nem kell győzködjél. Nincs értelme ennek a győzködésnek. Tehát ez a szájkarate, ami megy az országban, jobb oldal, bal oldal, ilyen oldal, ilyen vallás, olyan vallás, ez egy szájkarate, ez csak viszi az energiákat. Tehát egy megoldás van, minél hitelesebben tudod, csináld az életed, és az életed bizonyítsa azt, hogy lehet máshogy csinálni a dolgokat. Na, tehát a lakóhelyeden keresel 10 embert, akivel össze tudsz állni, és elkezded építeni ezt a rendszert. És mindenki azt mondja, de hát nem ismerek 10 embert a lakóhelyemen. Na most a legjobb módszer arra, hogy megismerd, ugye a közös célok. Na most a közös célok közül a legegyszerűbb közös cél, ami leginkább kézenfekvő, hogy valaki, aki elesett ott a környezetedbe. Mert egyedülálló anyuka 8 gyerekkel, mert öregasszony, aki már nem tud bevásárolni, mert öregapó, aki maga alá piszkít, kezd el segíteni.
és melléd fog állni a többi ember, mert ez mindenkiben egy belső program, egy nagyon mély belső program, ez tényleg a lélekből fakad, tehát ez még a lelkünkből fakadó program, a segítség, a másik ember segítése. És ementi elkezdesz összeszerveződni, és nem kell semmi, nem kell ilyen beszéljük meg Bolgár úr, meg célokat keressük, ilyen amerikai típusú ilyen célkövető, tudjátok ezeket a tréningeket, ezek a csapatépítő tréningek, az szarabb lesz egyre inkább a cég. Nem ezzel kell foglalkozni, el kell kezdeni csinálni, tenni. Ugye egy csokonai ábrándozás az élet megrontója, mely kancsalú festett egekben néz. Egész nap csak ábrándozunk a szép új világról. De senki nem tesz érte. Minden változzon meg, érted? Csak nekem ne kelljen megváltozni. Nekem úgy, hogy legyen munkahelyem, járjon az ingyen sör, meg a halhatatlanság, a többi engem nem érdekel. Nem. Csak úgy lehet változtatni a világot, hogy belülről. Te változol, változik a világ. Mondok egy kurva egyszerű példát. Naponta több tízezer gondolat születik meg, és hal el a buksitba. Na most ez a több tízezer ember fogja megteremteni a valóságot, ami körbevesz. Tehát mindenki mondja, hogy jaj, 3 éve készülök Magfalvára, 5 éve készülök. Most. A most van, érted? Most döntöttél így, és most vagy jelen. Ilyen egyszerű az élet. Na most, ez a több tízezer gondolat szüli meg a jelenedet. Na most, ha a buksitban ugyanaz a tízezer gondolat van, mint tegnap, meg tegnap előtt, meg az 1800-as évek végén, akkor ugyanazt a valóságot teremted meg. Érted? Ez egy óriási csapda. Tehát, ha nem tudsz kikerülni a gondolataid fogságából, akkor nem tudod megváltoztatni a világodat. Ugye ez erre mondja a magyar ember, hogy képtelen vagyok. Nincs egy elképzelésed, mint ahogy 10 évese volt, meg 100 évese volt. Tehát az első, hogy a buksitba azt a képet változtasd meg. Mert úgy működik a teremtés, hogy van egy kép a fejünkbe, és ahhoz egy érzelmet nyomsz. Tehát ez az erő. Hiába van egy-két, ha nincs, ami húzza. Tehát ami az az erő, az érzelmek, a hozzá kapcsolódó érzelmek, a vágyak például, a tiszta vágy, hogy szeretnék így élni, pont. De ez a meg is basszanak, meg szűz is maradjak, ami mindenkiben van a mai világon, ez nem működik. Ez nagyon fontos. Tehát ez az, amit mondok, hogy nincs rossz döntés az életben. Tehát minden út Budára vezet. Tehát vannak rövidebb utak, vannak hosszabb utak, de ott fogsz kikötni. Tehát nincs rossz döntés. Tehát amiatt, hogy hát, ha rosszul döntök, ne legyen benned, hogy nem döntesz. Döntsél rosszul, aztán figyelj, olyan, mint a patkánykísérlet, hogy ott vagy egy labirintusba, és ha azon gondolkodsz, hogy tudok innen kijutni, nem fogsz kijutni. Ha nekimész a falnak itt is, meg itt is, meg itt is, akkor rájössz, hogy ezeket már kizárom. Ez ugyanaz, mint amikor eldöntöd, hogy mi az, ami te vagy, mi az, ami nem te vagy. Tehát az is fontos, hogy tudjad biztosan, hogy mi az, ami nem te vagy. Az is egy nagyon fontos tájékozódás, kapaszkodó. Na, tehát ez a tizedes rendszernek a lényege, ezt kell újraépíteni, és nem kell hatalommal foglalkozni. Tehát jelenleg, tehát ezt a rendszert, ezt tönkretették. Tehát ugye Szent István elkezdte gyilkolászni az alvezéreket, ugye a saját rokonsága is belekerült a szórásba, utána, tehát ezek voltak a mit tudom én, tehát abban az időszakban darálták be az ilyen Abba Sámueleket, meg egyebeket, tehát ezek is királyok voltak. Utána eljutott kisebb szintekre, még kisebb szintekre, ugye gyakorlatilag az egész történelmünk erről szól, hogy mindig valamit elvettek tőlünk, valamilyen jogunkat elvettek, és akkor az emberek föllázadtak, csináltak egy szabadságharcot, és mindig elbuktuk. Egyébként ez törvényszerű, hogy elbukjuk, erről majd egyszer talán beszélünk, de ez nem a mai előadás témája. De az egyet ne felejtsetek el, nézzétek meg, hogy mennyit szopnak nyugaton a Visszanyal a fagyi című produkcióval, tehát hogy gyarmatosítottak, elindultak rabszolgahajók, ahol 500 emberből 50 ért oda, érted? Négerekkel, és most ezek a négerek sétáltatják őket Pórázon. Egyet ne felejtsetek el, soha nem voltak gyarmataink, soha nem csináltunk senkinek Trianont, tehát erkölcsi alapunk van arra, hogyha eljön az ideje, és összeszedjük magunkat, vezessük a világot. Példával vezessük a világot. Tehát nem távirányítással, joystickkal, mint ma ugye, hogy
drónokkal ölöm meg a másikat, hanem úgy, hogy odálljunk, és középen kapáljunk. Talán ez a legjobb hasonlatra. Vagy mi vagyunk a vezérkapások. Na, elég az hozzá, hogy szinteket kell csinálni, igen, tehát tizedes, százados, stb. Tehát el kell kezdeni ezt az összefogást, el kell indítani. Ez miért fontos? Most figyelj rám, most az van, például egy falu nem dönthet semmiről. Tehát nem dönthet az útjairól, mert nem az ő tulajdonában van az út. Nem dönthet a határáról, mert nem az ő tulajdonában van a határ. Nem dönthet a élővizeiről, mert nem az ő kezében vannak az élővizek. Ezek mind ellopott dolgok. És te miről dönthetsz? Elmondjam, hogy milyen színű Suzuki-t veszel használtan. Körülbelül ennyi a döntési lehetőséged. Majd gyerekeidről nem dönthetsz, az öregeidről nem dönthetsz. Figyelj, minden hatalmat elloptak tőlünk. Ilyen szép, lassú, lopakodó hatalom átvétel. Most megint pluszoltásokat fognak bevezetni. Nem csinálsz semmit ellene. Beoltják a fiadat mondjuk méhnyakrák vírus ellen. Érted? És nem csinálsz semmit. És az a baj, hogy már fel sem merül az emberekbe, hogy ez jó van így, biztos jó van így. Mint amikor ugye mindenki felmutatta a mutató ujját. Nem gondolkoznak az emberek. Mennek, mint a birkák. És ez a tényleg, tehát pont ezen gondolkodtam, amikor kitört ez a vírus hiszti, és mindenki ilyen nyakigérő gumikesztyűkben, meg gázállalsz, meg síszemüveg, hogy bazdmeg, hova lehet még hűíteni az embereket? Hova? Ha legközelebb azt mondják, hogy nem csak szájmaszk kell, hanem bégessé és négykézláb, azt fogod csinálni, hidd el. Na, jó. Tehát ennyi lenne a lényeg, hogy gyakorlatilag ezek a kis közösségek szépen visszatudják a hatalmat szerezni, de csak alulról építve. Tehát hogyha, most gondolj, csak mondok egy hülye példát. Tehát ugye Magyarországon olyan 2-4 ezer fős választókerületek vannak. Most egy ilyen választókerületben csak 2000-esed van. Már a tied a kerület. Érted? Szépen lassan vissza kell ezt a hatalmat venni. És nem erőszakkal, nem kell, figyelj, semmire nem jó az erőszak. Az erőszak erőszakot szül, semmi egyébre nem jó. Erőszakkal semmit nem lehet a világon megoldani. Nézd meg az egész történelmet. Nézd meg a fő erőszakosok most mit csinálnak. Beledöglenek a saját erőszakukba. Most fog a szemed láttára visszanyalni a fagyi. Most esik szét a világ a szemed láttára. Most dől ki a fa, most egy dolog van, ami fontos, hogy észnél legyél és ugorj félre. Tehát ne Amerikába, meg Németországba mosogass, amikor éppen szétdől a világ, mert ott fogsz ragadni. Gyere haza. A labancok nagyon bólogatnak a végén, úgyhogy... Na, és ráadásul szerintem nagyon nagy szükség van arra, hogy tényleg ez most nézd meg, ahhoz a 7 milliárd emberhez képest, ez a 15 millió, hát azt tudjátok, körülbelül ennyi vírusos van most a világban. Tehát ez egy ilyen hangyafaszni dolog. Tehát kell nagyon, hogy újraépüljön ez a minőség, amit magerőnek vagy magyarnak hívunk a világban, mert ez a világ ez szét fog dőlni. Újra kell teremteni, de ahhoz mag kell. Minden terméshez mag kell. És ezért kell rendbe rakni magunkat, nem magunk miatt. Már oly mindegy, ilyen 60-50, mit tudom, hány évesen, már az ember végig szop egy életet, akkor már azt mondja, hogy akkor már inkább feküdnék le, de nem, most nem feküdhetsz, hanem most kell észnél lenni. És most kell oda tenni magad, és most kell odaállni a gyereked mögé, hogy ő jobb startkockáról indulhasson, mint te. És ennek megvannak a lehetőségei. Jó, ennyit szerettem volna, meg még nagyon sok minden, de rá fogunk csúszni a bejárásra, úgyhogy kérdezzetek még, jó? Lehetek kedvesek. A pénzalapú világot hogy lehetne kiváltani? De már most mindenki szükség. Pénzalapú világot úgy lehet kiváltani legegyszerűbben, hogy nem félsz. Ugye, és a pénz az a megkövült félelmeid. A pénz az annak a félelemnek a kifejezése, hogy valamiből nincs elég. Na most ez a teremtés az úgy van összedótozva, hogy mindenből elég. És nézd meg, figyelj, 300 forintért veszed az Ecuadorból jövő banánt. 300 forintért.
és nem hajolsz le a saját almádér a kertedbe. Ennek a világnak lesz vége. Tehát így is lesz mit enni, sokkal jobb minőségű élelmiszered lesz, mint az ekvádori banán, és ingyen. Tehát ez a félelem. Tehát ne félj, ne félj, ne félj a jövőtől. Ugye van a Bibliában egy ilyen mondat, hogy ne félj, te kicsi nyáj, mert tetszett a ti atyátoknak, hogy néktek adta az országot. Ezt komolyan kell venni. Ezt vissza fogjuk kapni, mert erre állnak a csillagok. Tehát ez még a mi életünkben vissza fog kerülni a közösségekhez a hatalom. Tehát ezek a nagy rendszerek, ezek most esnek szét a szemünk láttára. Hát nézzétek meg, hát ez még egy ilyen gyenge próbálkozás volt ez a vírus, de most ugye jön a második hullám, stb. Úgy is ki fognak valamit találni, tök mindegy. Ez menthetett le ez a gazdaság, és akkor próbálják ő. Tehát most egy ugyanolyan válság jönne, sőt nagyobb válság, mint a háború előtti. És ezt próbálják kikönnyíteni ezzel a vírus bulival, több lépcsőben, hogy ne azonnal dőljön be a gazdaság, hanem lassan, akkor most mindig van egy kis remény, akkor újraindulunk, megint leállnak a gyárak, megint aztán egyszer csak elfogy. És itt beszéltünk az önellátásról, ugye figyelj, régen az önellátáshoz annyi kellett, ami egy mai falusi kert. Tehát a többi ugye kim voltak, a szérűskert, a gabonakert, a legelő, a stb., de nagy állattartásra ma nincs szükség. Nincs szükség. Egyrészt nem kell vonóerő, másrészt egyre kevesebb húst tesznek az emberek. Tehát belső igényből, hát én is Szabolcs-Szatmárnak a szatmári részén nőttem föl, hihetetlen gazdag földek voltak és gazdag falvak, és ott mindenki húst hússal levett, mert ez volt a státusz szimbóleum. És én is így nőttem föl, de egyre kevesebb húst teszek belülről. A gyerekeim egyáltalán nem esznek húst. Tehát így szépen változik a világ, amennyi hús kell, azt meg a kert, tehát ez volt ugye egy faluba a kert, itt megtermett minden, ami zöldség, minden, ami gyümölcs, és a majorságnak, tehát a nyúl, tyúk, kacsa, liba, minden megtermett. Nem kell több. Nem kell több. Gabonafélékkel úgyis marha nagy bajok vannak, egyetek füvet. De egyébként, ha tényleg egészségeset akarsz enni, akkor az erdő mezőn, tehát menjél el, és nem ezeket az agyonpermetezett, agyonmocskolt, kizsigerelt földön levő terményeket eszed, hanem egyél csipkebogyót, egyél annyi minden van, amit régen is ettek inség eledelként, de csak azért, mert már akkor kikopott ez a gabonák miatt. Minden ehető. És ráadásul tulajdonképpen élelmiszer nélkül is elmenne ez a bőrkabát. Hát nézzétek meg a pránásokat. De minimális élelmiszerrel elmegy. Hát ha egy marék rizse el tud kapálni a kínai, akkor te is azért tudsz összmöszölni. Mondj! Ugye nem csak élelmiszerre van szükség, tehát valamennyire szükség van a pénzre, hiszen el kell menni fogorvoshoz. Pasz meg, de minek kell elmenni fogorvoshoz? Most nem piszkálódásképpen, de... Tehát vannak bizonyos olyan dolgok, amihez kell. Nagyon érdekes, például a gyerekeinknek elkezdtek lukadni a tejfogai. És valaki mondta, van egy ilyen orosz szemcsepp nálunk, ez az APV, mindegy, egy ilyen propoliszos, sungitos szemcsepp, hogy ő azzal kenegette a gyerek fogát, és visszanőtt a fog. És elkezdtük csinálni, és tényleg. Tehát azt, hogy most nem tudjuk, hát régen se haltak meg lukas foggal az emberek. Hát nézd már meg a középkori koponyákat teljes fogazattal, vagy a honfogláskori, mert azért a középkorban azért már sokat hűltek az emberek, meg jött a városi lét, meg a járványok, de ezeket meg lehet oldani. Most az, hogy beleraknak egy hidat, bazd meg egy kocsi áráért, érted, azt ráharapsz egy kifli végre, azt széttörik, hát most erre kell a pénz. Szóval... Egyébként a hídról jut eszembe, hogy nagyon fontos az Magfalvának az új elmondata, hogy ver hidat, ne éket. Emberek, népek, ég és föld között. Az esztergomi Mária Valéria hídon van ez a tábla. Érdekes, mert talán 2 éve láttam meg először, pedig nagyon sok százszor átmentem az a hídon gyalog is, de ez a lényeg. Ver hidat, ne éket. És ez a fontos, hogy itt köztetek is épüljenek ki a hidak. Majd még jó fog jönni. Na, kérdezzetek még. Hát, hogyha tényleg eldöntöm, hogy kiköltözöm, nekem minden álmom, hogy a hegyekbe, de hogyha tényleg kimegyek ilyen Isten háta mögé,
viszont még ugye nincsenek veteményeim, gyümölcsfáim, azért az évek, amíg ugye terem. És én viszont annyira nem szeretnék dolgozni, hogy ez jár a fejembe, hogy vajon hogyan lehet mégis összehozni, hogy vegyek kész gyümölcsöst, és akkor, vagy hogy... Tehát, hogy lehet, meg is basszanak, meg szűz is maradjak. De, most ezt mondod. Annyira ezt mondod. Figyelj, jó, akkor hadd mondjak el valamit, tehát így ne csináljátok, ahogy én. Tehát, igen, értelek. Addig, amíg nem terem, addig miből élek? Mert utána kész, ha már megfont. Figyelj, ez a miből élek, ez erre azt tudom mondani, hogy nem szánt, nem vett az égi madár, mégis eltartja a határt. Tehát mindig meg tudná az ember élni, ha lenne elég erős hite, és nem lennének félelmei. De most nem ezt akarom mondani, azt akarom mondani, hogy úgy ne csináljátok, ahogy én. Tehát én mindig ilyen voltam, ilyen adjuram, de azonnal. Tehát a nagyapámt, ugye mindenki kap egy vezérmondatot a nagyszüleitől. Én azt kaptam, hogy fiam, télen harapófogóval se húzott ki a füvet a főd alól, tavasszal meg kalapáccsal se vered vissza. Tehát én ándal húzogattam a füvet a főd alól. Tehát én megvettem ezt a 80 hektárt kurva fölöslegesen. Tehát én rögtön faluba gondolkodtam, saját iskola, saját templom, minden, saját óvoda. Mai napig tizenvalány ember lakik itt, így szűk környezetben, aztán ez más, hogy látjátok, hogy hányan jártok ide, meg azért több száz ember, akinek nagyon szoros kapcsolata van Magfalvával, de így ne csináljátok. Tehát vegyetek meg egy faluszéli házat, nem kell a vadonba költözni. Tehát ez nagyon szép, amit a városiak elképzelnek erről. Ez olyan, mint a Robinson könyvek, érted? Hogy képzelt el annak idején a város lakó, hogy lehet a természetbe élni. Nem kell nagyobbat szarni, mint muszáj. Tehát költözetek ki vidékre, ez fontos. Tehát ez home office-ból nem művelhető ez a dolog, amit mondok. Költözzetek ki egy falu szélére, legyen egy hagyományos kertnyi. Tehát a hagyományos kert az a 700 négyszögöl, 800 négyszögöl volt általában, 6-800 négyszögöl egy faluba, az már elég az önellátáshoz. Tehát az, hogy megtermeld magadnak az alapdolgokat, ahhoz elég. A másik, hogy ne, én is azt csináltam, hogy volt egy nagyon jó menő cégem, azt bedöntöttem, mert úgyis jön a világvége, ez már nem kell, hát erre azért nagyon ráfaragtam. Tehát ezt tavaly újra csináltam ezeket a dolgokat, mert nem ez a megoldás. Tehát ne borítsd magadra a szart, hanem szépen a Matrixból a pénzt pumpáld át az élő rendszerekbe. Tehát ha meg tudod azt csinálni, hogy jó hatásfokkal, most nézd meg a cserearányokat. Tehát egy kiló búza az 50 forint. Egy mobiltelefon az 150 ezer forint. Csak most nézd meg a cserearányokat, hogy hány, gyakorlatilag egy vagonnyi búzát kell adja egy szar mobiltelefonért. Hát akkor hogy akarod mezőgazdaságból megtermelni a megélhetésedet? Tehát ez az, ami nem megy. Hanem azt kell csinálni, hogy a Matrixból kipumpált pénz, érted, hogy csinálsz egy ilyen tök fölösleges Excel táblát, azért kapsz 100 000 forintot. Ezt a 100 000 forintot told bele konstans vetőmagba, tenyészállatba, napelembe, napkollektorba, épületekbe, stb. Ezt kell csinálni. Jó szerszámokba például, ami nagyon fontos. Szerszám, megint a szer, az égi törvény. Tehát egy valódi szerszám az egy életen keresztül működött. Úgy volt megcsinálva. Tehát ilyen dolgokat próbálj meg beszerezni, és ne nézd, hogy mi olcsó, mi drága, ez a legrosszabb, érted? Tehát olcsó húsnak híg a leve, mondja ugye a magyar. Tehát nincs értelme olcsó, eldobható kínai izéket venni. Vegyél jó szerszámot, vegyél jó szaporítóanyagot, jó vetőmagokat, jó tenyészállatot. Egyrészt élvezni fogod, tehát nem az van, hogy összeroppan a fogó a kezedbe két naponta, hanem élvezed vele a teremtést. Másrészt meg tényleg olyat szerez be, hogy összedül ez a világ, na és, megvan mindened. És ne félelemmel tölts el, tehát ne azért menjél vidékre, mert félsz a jövőtől. Hanem azért menjél, mert élvezed. Tehát nagyon sok ilyen embert láttam, összeszarta magát, hogy jön a világ vége, ugye neki állt kapkodni. Sietség az ördögtől való, tehát a kapkodás az mindig félrevisz. Nagyobbat akar szarni, mint muszáj, ugyebár tönkrement bele, tönkrement a családja, nem kell. Amit élvezel, azt csináld, ami lelkesít, azt csináld.
Most eddig csináltad 40 évig a Matrixban, amit utáltál. Most kimész, és csinálod még 40 évig kint, amit utálsz. Ez így nem működik. Ha élvezed, csináld. Ha nem élvezed, ne csináld. Ha jól esik, hogy mezitláb járkálj, akkor járkálj mezitláb. Ha nem esik jól, ne járkálj. Ilyen egyszerű az élet. Kérdés? Valaki még ott parancsolj? Az érdekelne engem, hogy volt szó erről a közbirtokos dologról, ahol már nagyobb felelősséget tudtak közösen működni. Így van. Ennek az erőforrás elosztását, azt tudtuk, hogy hogyan ment. Az, minden család egy embert állott föl, vagy részmunkaidőket, vagy egyik ember. Ez nagyon érdekes, ahány közösség annyi szokás. A székelyre rendtartásból lehet elég jól tudni. Tehát a székelyeknek, ugye a székelyek azok a megtartó erő, a szik. Tehát az ő feladatuk volt az, hogy megtartották, és mindig erőt pótoltak a magba. Tehát valahányszor a mag az pusztulás közeli állapotba került, mondjuk a törökkor, ugye jöttek, és Székelyföldről települt újra gyakorlatilag nagyon sok terület a Kárpát-medencébe. Tehát ez a ahány, tehát a székely rendtartásban is így van, hogy működik ez a rendszer. Ott egy kettős vezetés volt egy hadnagy és volt egy bíró. Hadnagy feladata volt háborús időkben, ugye ők egy háborúskodó határőr szolgálatot is elláttak kelet felé, tehát háborúban más volt a vezetés és más volt a szervezési elv, mint békeidőben. Békeidőben a bíró volt. A közbirtokosság az úgy működött, hogy általában a közmunkát csináltak, tehát legelőtakarítás, erdőtakarítás, erdővágás, tehát ezt csinálták, és tehát effektív munkával, tehát megvolt, és még valami, hogy családoknak volt, tehát nem egyéneknek. A régi világ és a régi jogrend az nem ismerte az egyént. Tehát, hogyha például valaki egy családból bűnözött, valakit megölt, mondjuk a Kovács családból volt ez az elkövető, akkor nem ezt az embert büntették meg, hanem a Kovács családot. És ezért volt például olyan, hogy a Kovács család az megtehette azt, hogy egy olyan embert adott ki mondjuk fogságra, aki kevésbé volt értékes, mint a gyilkos. Mert mondjuk nem voltak gyerekei, stb. Tehát érdekes volt, érdemes utánnézni ezeknek a dolgoknak. Részben a Verbőci féle hármas könyv, ugye ez volt az első ilyen írásos nyoma a régi jogrendnek, vagy ilyen teljes körül leírása, de ez teljesen máshogy működött, mint a római jog. Csak egy példát mondok, tulajdonképpen nem volt valódi tulajdonjog. Tehát tulajdonjogod az úgy volt, hogy gondnokoltál valamit, felelős voltál érte. De nem olyan volt, mint a római típusú jogban. Azt tudjátok-e, hogy a római jogban mivel bizonyítod azt, hogy valami a birtokodban van? El is pusztíthatod. Igen, akár el is pusztíthatod. Élünk vele, nem? Tehát hihetetlen ez az egész, hogy mennyire elmentünk a természetes jogtól, meg eleve ez, hogy mi az, hogy jog? Tehát fordítva ülünk a lovon ebbe is, mint mindenbe. Tudod, mint a Mátyás király mesébe, hogy felül a falubíró fordítva a lovára, hogy ne vágja pofán a gaj. Nem fogja pofán vágni a gaj, de teljesen máshova megy, mint ahova akar. Tehát a jogrendről csak annyit szeretnék mondani, hogy nincs ilyen jogrend. A világban rend van. Ez a rend, ez úgy tartható fenn, hogy bizonyos kötelezettségeid vannak, amiket megcsinálsz. És a kötelességekhez járnak jogok. Úgy képzeld el, hogy van egy mentőautó. Ennek a feladata, a kötelessége az, hogy életeket mentsen, és ezért kap jogot, például a megkülönböztető jelzést. Így kéne élnünk. És nem úgy, hogy vannak jogaink, és akkor lehet buzi felvonulást csinálni, meg mindent lehet csinálni, kötelességeink nincsenek, csak jogaink. Jogainkat viszont nem tartják be. Tehát innentől érdekes ez a dolog. Meg eleve csak akkor kell jog, ha már nem működik a világ. Tehát normális esetben a világot a szeretet hajtja, mint ahogy a természetben is együttműködő rendszerek vannak, és az együttműködés kényszerít ki bizonyos szabályokat. Például a jó szomszédság elvét. Tudod, mi a jó szomszédság elve? Legegyszerűbb alapelv. Egyszerű, mint egy faék. Ne csinálj másnak olyat, amit magaddal nem csinálnál. Ennyi kéne, ennyi lenne a jogrend idézőjelben, és ebből már minden kipotyog. Na, kérdezzetek még, aztán megyünk körbe. Senki többet.
Jó, akkor nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, türelmeteket. 10 perc, és utána megyünk körbe, jó? Na, akkor elkezdjük ezt a falusétát. Egy kérésem van, hogy ne a szart vegyétek észre, hanem ami működik, mert van itt elég roncs, van itt elég szemét, van itt elég halott növény, azt nézzétek, ami él, jó, meg ami működik, van ilyen is. Úgyhogy először annyit szeretnék elmondani, hogy ugye a régi világban a tűzszentély volt, tehát akörül ültek az emberek, tehát ugye a háznak mindig az a középpontja, ami összehozza a közösséget. Tehát régen ugye ez a tűzhely volt, amíg még lábos volt, tehát lábon állók is és abból lettek. Hát most nyilván, hogy az asztal, tehát itt a közösségnek az első objektuma, az egyik kemence volt, ez a régebbi kemence, aztán úgy épült hozzá egy házikó, hogy ne ázzon, aztán még egy kemence, mert kevés volt. Tehát a kemence az nagyon fontos az önellátáshoz. A legegyszerűbb égető berendezés, pár száz tégla kell hozzá, vagy pár száz cserép, attól függ, hogy miből csinálod. És mindenki mindent meg tud maga csinálni. Ezt felejtsétek el, ezt a keresek egy kemencés szakembert, nem kell szakember, kell hozzá, elmondom, hogy mi kell hozzá. Kell hozzá agyag, kell hozzá tégla, meg kell hozzá a kis kacsód. Ennyi kell egy kemencéhez. És nem baj, hogyha összedől az első. Tehát előbb-utóbb tudsz kemencét építeni. Az a legkisebb fiam egyébként, az a tök maga, akit agyonmartak a szúnyogok. Tehát a lényeg az egészben, hogy próbálj meg minél egyszerűbben csinálni mindent. Ne így vakard a füledet, mindennek van egy egyszerű természetes módja, a kemencének is. És nem kell sokat mágiázni vele, meg ilyen samot, meg olyan vízüveg, meg semmi nem kell hozzá. Agyag kell hozzá, tégla kell hozzá, pont. Jó? A kemence lényege, a bubos kemencé, ami a Kárpát-medencében mindenütt elterjedt, az az, hogy ha megnézitek, ez most már egy megrakott kemence, és nem füstöl. Tehát addig forog a bubjába a füstgáz, amíg ki nem ég belőle minden éghető anyag. Nagyon jó hatásfokú fagázosító berendezés, és ilyen egyszerű. Tehát nem kell hozzá mindenféle hőcserélő, meg hőszabályzó, meg semmi nem kell. A tesztje is nagyon egyszerű, ugye tesztelni úgy szoktuk, hogy kihúzzuk belőle a parazsat, ugye addigra már a héja az fölmelegedett, és akkor beszórunk egy csipet lisztet. És annak a barnulási sebességéből lehet tudni, hogy megfelelően fel van-e fűtve a kemence. Jó? És minden így van, hogy próbáljátok meg az egyszerű dolgokat követni, ne bonyolítsátok túl az életeteket se hazugsággal, se önbecsapással, se cipővel. Egyszerűen, jó? És akkor az építményekről szeretnék egy pár szót, tehát ha nézitek, akkor nagyon minimális beton van, tehát gyakorlatilag az épületeknek nincs alapja, nincs beton, szellőznek a föld felé, szellőznek az ég felé, nincsenek, nem használunk szigetelőanyagokat, megvan az oka, majd mindjárt rátérünk. És akkor nyugodtan kérdezzetek közben, hogyha bármi van, és akkor menjünk szépen körbe és nézegessünk, jó? Ugye a gazdaságban is próbáljuk az egyszerű dolgokat, tehát ezek mulcsávok, ugye nagyon rossz minőségű földjeink vannak, tehát mindenféle szerves anyaggal, szénával, szalmával, fatörekkel, mindennel dúsítjuk. Tehát itt is paradicsom, málna, vadkender, virág, minden van. És akkor ez a közösségi házunk, ez szalmabálából épült, úgyhogy 24 darab oszlop valami tartja, akácoszlopok innen az erdőből, mindent megpróbálunk helyi anyagokkal. És ebben nem csak az van, hogy így olcsóbb, hanem egyszerűen az van, hogy ezek természetes anyagok innen kerültek ki, és ide fognak visszakerülni a dolguk végeztével. Tehát ha megnéztek egy régi házat, azt nem kell elvinni a szeméttelepre, mint ma, hogy mit tudom, forognak a teherautók a sittelepekre, hanem egyszerűen visszaroskadt a természetbe, és benőtte a csalán. Itt kezdte és itt végezte. Itt történik a körforgás. Tehát megpróbáltuk így csinálni, ebben nem sok szemét van, hát használtunk egy-két fóliát, azért raktunk alá ilyen biztos a fix alapon, de úgyse lenne semmi baja. Náda héjalása, ezt tavaly sikerült megcsinálni, minden évben valamit próbálunk csinálni, idén ezeket nádaltuk le. Nádról annyit kell tudni, hogy valaha ez volt a legolcsóbb építőanyag, ma ez a legdrágább. Tehát iszonyú pénzbe kerül egy kéve nád, 400-500 forint. Nagyon, nagyon durva. És ez ilyen nagyon sok száz kéve kell, és már nem is nagyon van ember, aki tud nádazni. Tehát
és régen ugye a zsúptető az még egyszerűbb volt, az ugye rozs szalmának, tehát ilyen ekkora rozsok voltak régen, és ennek a szalmájából csinálták, az is egy hihetetlen jó. Ez, nézd meg, hát ez egy 30 centis olyan szigetelőanyag, ami jobb, mint a hungarocell. Tehát ezt, ugye szalmabálák, azok ekkora egy kockabála körülbelül, ezekkel tömtük ki, és utána be van sarazva, hogy kopogtassátok meg, és akkor látjátok. Benn majd forduljatok meg gyorsan, mert itt van a gyógyítás egyébként, aki itt alszik, az itt tud aludni, mert páran jelezték, hogy messziről jöttek, stb. Tehát lehet itt aludni így tábor vagy nyílt napok után. Még egyet szeretnék elmondani, hogy jövő héten egy ilyen kis építőtábort csinálunk. Lesz benne némi vertfaluház építés is, de főleg karámokat fogunk most építeni, meg ilyen dolgokat. Ha valakinek van kedve jó levegőn, egy értelmes hétvégére szeretettel várjuk, ez ingyenes, cserébe a munkátokat kérjük, ami munkáskezek azok. Tehát ezek, figyeljetek, ezek kurva olcsó dolgok, ezek az építmények, de nagyon sok munka van bennük. Tehát ez nem annyi, hogy gipszkarton csavarozás 4 izével, annyi ma a kőműves munka, hanem itt simogatni kell, ezt még gyerekekkel együtt építettük, meg a volt eltés diákjaimmal, tehát itt simogattuk. Egyébként ez 2 hét alatt elkészült ez a projektum. Jó? És ha megnézitek, ugye ez 6 sor téglán áll, nincs leszigetelve, tehát a téglára direktbe rá van rakva az utolsó téglasorra a szalmabála. És ez azért fontos, mert ezek a földházak úgy működnek, hogy ugye jön föl a pára, a földből jön föl a nedvesség, és elpárologtatja, és ez egy óriási párologtató rendszer, és ez a klíma. De minden így volt megoldva, hát a háznak a tornáca az úgy volt megcsinálva, hogy sütött a nap, ugye, és a tornác az lefogta a meredeken sütőt, tehát a déli napot lefogta, viszont a reggeli nap meg az esti nap az be tudott menni. Tehát ilyen kis egyszerű trükkök. Ezért mondom, hogy nem NASA technológia, hanem józan paraszti ész. Csak az a baj, hogy a kötelező oktatás az pontos erről szól, hogy ezt kinevelje. Na akkor menjünk be, itt történik most a gyógyítás. Meg figyelj, ha előhagysz élelmiszert, akkor azonnal jön a kártevő. Tehát ugye az élősködő az akkor van, hogyha van min élősködni. Tehát nem szabad előhagyni semmit. De nincs több gond vele, mint egyébként. Meg ott az a megoldás, ugye, hogy oda szoktak befúrni, ahol a téglán rögtön kezdődik a szalmabála, és a kettő közé fúrnak be. Tehát oda, hogyha megnézed, kívülről cserepet raktunk, tehát nem tud befúrni, úgyhogy ezért próbálunk védekezni magunk módja. De nincs gond vele, mert cserepet raktatok oda? Nincs gond, mert cserepet raktunk, és macskánk van. Aha. És ha nagyon elszaporodnak, akkor megjön az egérfogó. Tehát azért kordába lehet mindent tartani. Alulra egy cserép? Egy cserép állva, igen, ami így be van ásva félig, hát majd megnézed, tök egyszerű. Megint az egyszerűség. Na, tehát itt annyit kell tudni erről a területről, itt nem látszik, mert nem vagyunk a völgyben, fönn a fensík az egy tök homoksivatag, és nagyon nehéz életet verni bele, mert nincs széntartalma, nincs humusztartalma. Úgyhogy ezt úgy próbáljuk megoldani, hogy mindent mulcsolunk. Tehát itt ilyen fasávokat láttok, ami alatt eleve ilyen trágyás szalma, azzal indítottuk be. És ezek a mulcsávok, ha nézitek, akkor van benne gyümölcsfa, van benne akácfa, nyárfa, stb. Tehát a fáknak egy része az semmi más, van benne málna, van benne mindenféle növény, bab, semmi más nem szolgál, mint hogy visszavágjuk őket, visszametszük, és ez a zöld mulcs, az újabb erőt ad neki. Tehát ez egy ilyen öngerjesztő rendszer az egész, és hát közte lehet bármit. Ez egy hagyományos kert, ez két kisöreg csinálja itt a környékről, tehát kérdezték, hogy ide jöhetnek-e gazdálkodni, hát persze, nagy örömmel várunk mindenkit, aki ilyesmi kertecskét akar. Tehát ez egy teljesen hagyományos paraszti kert. Annyi az egész, hogy vannak benne ezek a fasorok, amik egyrészt árnyékolnak, másrészt nem hagyják kiszáradni a földet. De majd fönn látjátok, hogy az egy teljesen más rendszer, amit mi csinálunk. Ami a lényeg ennek az egésznek, hogy árnyék nélkül, tehát nem sokára a szárazság mellett a legnagyobb gond az árnyék lesz. Tehát teljesen máshogy süt a nap, mint régen, azt gondolom azért érzitek. Nagyon, nagyon erős ereje van, és mindent kiéget. Tehát most vagy az, hogy ilyen műanyag hálókkal ma már nagyon sok gyümölcsös csinálja, meg egyébként, hogy műanyag háló, ez nem csak a madarak ellen van, hanem árnyékol, hogy ne égjen el minden, vagy az van, hogy fasorokat telepítesz. Ez kertbe is meg lehet csinálni.
És ha nem akarod, nem hagyod, hogy fölnőjön fának. Ha akarod, akkor fölnő 6 méter magasan, kivágod, azt megvan a gerendát. Ha nem, akkor meg állna a visszametszet. Tehát ahogy a gömbakácokat csinálják, hogy 2 méterre visszametszet folyton. Az a lényeg, hogy árnyék legyen. Nagyon fontos. Az is nagyon fontos, hogy a természet úgy működik, hogy emeletek vannak, és ezek az emeletek együttműködnek. Tehát egy rendszer legalább 3 emeletes kell legyen. Tehát kell, hogy legyen egy fa szint, kell, hogy legyen alatt egy ilyen bokor cserjeszint, és kell, hogy legyen aljnövényzet. És például volt egy nagyon jó ilyen együttműködő rendszer, ha valaki emlékszik erre, hogy bab, tök meg kukorica. Hát itt is 3 emelet, különböző mélységből szívják föl. Tehát a kukoricának olyan mély gyökere van, egyszer láttam a Gödöllői Agrár Egyetemen van egy aula, ami 4 emeletes. És a legfőső emeletre ki volt kötve egy ilyen kukorica, és leírta a kimosott gyökérzete leért legalúra. Tehát elképesztő, hogy mit tudnak ezek a növények. És azok felszívják a vizet, tápanyagot, átadják a következő színnek, azok a következő színnek. Tehát ezek együttműködő rendszerek, és az ember dolga, hogy ezt az együttműködést segítse elő. Tehát ne ellenezze, vagy ne küzdjön ellene, mint most, hogy küzdünk a gyomok ellen. Hát a gyomok azok javítanak egy ember által hülyén összerakott rendszert. Nincs benne biodiverzitás, a természet az szereti a sokszínűséget. Na, hál' Istennek van azért pár hektár erdőnk. Látjátok, hogy gyönyörű a környezet, tehát madárcsicsergés. Tehát amikor idejöttünk, nem volt víz, egyáltalán nem volt víz, és például nem volt madár. És madár azóta van, hogy ezt a tavat, ahova majd megyünk, mindjárt megépítettük, és tudnak egyáltalán hova vinni, mit tudom én, sarat a fészkükhöz, meg egyebek. Tehát víz nélkül semmi nincs. Egyébként a következő nyílt napnak a tematikája, az kifejezetten a víz lesz. Tehát mindig ilyen tematikus nyílt napok vannak, most is egy ilyenen vagytok, ez most a közösségről szól, úgyhogy nem bánnám, ha megismernétek egymást. Na, akkor menjünk tovább. A nedves hagyagot, és utána a zsalut bontják és emelik. Tehát ugye az, mint a mai csúszó zsalus technológia, semmi újat nem találnak ki. A másik, az a rakott fal, vagy fecskefal, azt meg jó nedvesen villáva oda csapják, egy 10 centivel szélesebbet csinálnak, vagy 15-tel, mint amilyen lenne a fal, és utána egy éles ásóval, kiegyensített ásóval lefaragják. Tehát ez mind a két technológia, ez fecskefal, a másik az még rendesen, tehát az épült régebben, azt még rendesen zsalusztuk, csak ez sokkal egyszerűbb és gyorsabb technológia. Simán össze lehet dolgozni a kettőt. Persze, hát itt nincsenek ilyen gondok, hát látjátok egyébként, elég masszív tud ez lenni. Milyen helyen így meg kell hálózni, tehát ahol áthidaló, de hát látod, mit tettünk áthidalónak is, egyszerűen akác gerendák vannak mindenhol. És ez ugye... A vályognak az a lényege, hogy szalmával rakod össze. A szalma biztosítja a hőszigetelést, és ez biztosítja a levegőnek a mozgását. De hihetetlen milyen légmozgás vagy. Ha egy ilyen vert falu házba elszívsz egy cigit, 5 perc múlva semmit nem érzel. Tehát annyira jó a légcseréje, és a légcsere közben hőcsere is van. Tehát kimegy a meleg levegő, lehűl, és közben fölmelegíti a bejövő hideg levegőt. Tehát tényleg zseniálisan egyszerű. És hát mindenből próbáljuk a legegyszerűbbet. Ez egy ilyen közösségi fürdőház, ezt majd egyszer elkészül, de hát évek óta nem tudjuk befejezni, mert soha nincs elég ember, úgyhogy gyertek majd ezekbe a kis építő hétvégekbe, legalább kipróbáljátok magatokat. Volt egy nagyon aranyos sztori, volt egy barátom, aki még Afrikában egy ilyen hihetetlen köröm gombát összeszedett, hogy egyszerűen semmi nem tudta meg szabadítani tőle, aztán kijött egy hétvégén segíteni, taposta az agyagot, aztán a következő héten felhívott, hogy megszűnt a köröm gombája. Vannak mellékhatásai itt is a dolgoknak. Na hát, fogjátok meg egyébként, ami a lényeg, hogy erre még került egy olyan, tehát ez a durva vakolat, és utána a simító vakolat, az úgy nézett ki, hogy már nem pejvát, vagy nem szalmát raktak bele, meg nem pejvát, mert a pejva volt a finom vakolat, a simító vakolat az viszont lószar volt. Tehát agyagos lószart, tehát olyan lószart kerestek, amit már ugye régen elhagyott a ló, és a ló az nagyon hanyagemésztésű, és az összes ilyen szál, növényi rost az benne marad. És egy ilyen nagyon finom, olyan, mint a mai ilyen glettelő anyagok, üvegszálas glettelők, csak ebben természetes anyagok vannak és szellőzik. Tehát megint nézzétek meg, ha van egy olyan anyag, ami nem köt meg, ami újra keverhető, ami és eladják nekünk, hogy tehát vedd meg a izét, mert ez már elavult.
elavult, de ez működik, meg amíg a világ működik, ez működni fog. Ezek a szar glett anyagok, meg nézd meg, hát 3000 forint egy zsák glett. Ilyen szoba kiglettelésére kell vagy 10 zsák, csak a glett 30000 forint. A festék ugye ennyi, ami levegő áteresztő, az még drágább. Tehát itt meg minden egyben van. Ezt utána lemeszeled, és kész, meg van oldva. És ráadásul egy ilyen ház az élt. Tehát ebben az volt a gyönyörű, hogy megcsinálta egy házat, nem az volt, hogy 20 évente felújítod, és mindent kidobsz belőle, hanem évente gyakorlatilag volt, amit hetente újraépítettek, ugye? Tehát például a padlót minden héten, ugye, ha földpadló volt, akkor egyszerűen tején szarral fölkenték. Megvan? Na, tején szarral fölkenték. Ezt mindig a legfiatalabb leánygyermeknek volt a feladata. Minden évben legalább egyszer kimeszeltek minden. Minden 10 évben újra rakták, újra verték a nád fedélt, vagy egyebet. Tehát élt ez a ház. Tehát nem az volt, mint most, hogy megvan egy új ház, örülsz két hétig, és elkezd romlani, elkezd haldoklani, hanem folyamatosan élt. Minden évben megújult. Na, menjünk tovább. Az egyrészt ez a tó, tehát ez az, amit csináltunk, most csináltuk újra, hál' Istennek most úgy voltam vele, hogy az összes maradék pénzt kiszórom, ugye nagyapám mindig mondta, hogy fiam, szórd a pénzt, hogy teremjen, úgyhogy most az összes pénzemet gyakorlatilag elszórtam, mert egyrészt nem sokára úgyse és szart se, másrészt meg nagyon fontos volt a tó, tehát itt víz nélkül nincs élet, ennek a nagy területnek az a neve, hogy Szárazhegy. Ez sajnos pont a Duna-Tisza vízválasztóján van, és a vízválasztókon mindig kevesebb eső esik. És nagyon fontos volt ez a tó, amikor ez létrejött, teljesen megváltozott Magfalva képe. Egyrészt az a pára, ami ott onnan felszáll, az lecsapódik följebb, és egyáltalán van harmat, évekig nem volt harmat például. És ez esővíz volt, amit gyűjtött? Ez esővíz, igen, tehát amit a völgyben összefolyik, azt lefejezzük. Tehát nagyobb esőkön megy csak bele a víz, meg úgy át, ami a területére. Tehát most is van benne egy 60-70 centi víz, ez két hét alatt esett. Tehát azért lesz itt remélhetőleg, meg hát van egy kutunk, úgyhogy mi rá fogunk termelni. Az asszonynak épül egy szövőháznak, hogy ne nyagasson már végre. Tehát ő ilyen kézműveskedik, és gyönyörű munkái vannak, és hát mindig jönnének a tanítványok, csak nincs hova, úgyhogy építünk neki egy ilyen szövőházat. Hát ez ilyen félig amerikai stílusú ház, tehát ugye USB-ből lesz, meg fából, de hát gyönyörű lesz ez is, leszigetelve. Tehát ez is tök jó. Na akkor, ja igen. A tó esetében nem gondolkoztatok agyag tapasztalat? Ide kellett volna körülbelül egy 20 ter autóagyag, és jóval drágább lett volna. És nagyon sok élő munka, tehát itt mindig az élő munka szabja meg a dolgokat. Egyébként van egy Szebb Holzer nevezett űrge, aki Alpokba csinál ilyen permakultúrát, tehát ő nagyon sok tavat csinált pusztán azzal, hogy levibrátorozza az aját, betömöríti, és utána ugye már magát elkezdi a tót tömöríteni, de ez pöszehomok, tehát ezen nagyon nehéz lett volna ezt megcsinálni, úgyhogy mi a könnyebb utat választottuk, illetve lenne, ahol a disznók vannak, látjátok, itt vannak a mangalicák. Na, csak ennyit a mangalicáról, hogy milyen hülyék az állatok. Az, amit ott láttok, az egy mérgező növény, nagyon erősen mérgező. Minden más megesznek, kivéve azt. Tehát, mi? Mi az Isten ez? Csattanó maszlag. Igen, beveszed ezt a maszlagot, vagy nem, tudod? Nagyon, tehát meghűíti az embert, tehát az idegrendszerre hat nagyon durva. Na és ugye itt vannak a malackák, ezek ideiek, valahol az öregek a fene tudja, hol vannak, azok egész nap döglenek, tehát ők nagyon jól szervezik a munkájukat. És most már csak magunknak tartunk állatot, tehát ennek a pár családnak, aki itt él, illetve a táborokra szokott még mangalica hús jutni. Itt is ugye, ami a lényeg, egy nagyon egyszerű fajta, tehát ezt nem kell büfisztetni, nincs állatorvos, nincs semmi. Ezt eszik, magától is eszik, mi is etetjük, és hát
látod, van egy dagonyájuk, ezt akartam elmondani, hogy az erdőben például a disznók csinálják a tavakat, azzal, hogy kidagonyázzák maguknak. A disznóknak az a fürdő, tehát ha nincs fürdés, akkor nagyon nagy baj van, tehát akkor elpusztul. Ezekből gyakorlatilag évek óta nem volt pusztulás, mert kijön a sárból, ugye az élősködőket ledörgöli magáról, tehát ez nekik a napi fürdés. Ott volt az, amivel most játszanak a gyerekek, az a Tarzan ugrókötél. Gondoljátok, amikor tele volt, az ugye ember fölötti mérete volt, és innen ugrottunk oda be, és ilyen nagy sörmeccsek voltak, vízilabdáztunk, tehát itt a sivatag közepén vízilabdázni, majdnem olyan, mint amikor Las Vegasba, a lagúnákon, ugye a sivatag közepén a lagúnákban ott hajókázolt, tehát ez is egy ilyen. Na, menjünk akkor, megnézzük. Gondolom el a jövőt, tehát hogyha megnézitek ezeket a múltsávokat, gyertek talán idébb, ebben minden van, tök, paradicsom, bab, citrom, tehát vannak citromfáink is, tele van gyümölcsfákkal, hogyha megnézitek. Még tegnap is ültettünk gyümölcsfákat. És a fák gyökérzete nem szívja nagyon az energiát a termőnövényektől? Nem, mert lejjebb, mert lejjebb van, pont ez ja, a poén. Ja, figyeljetek, a természetben nincs krimi elf, tehát nincs ilyen, hogy egyik növény elszívja a másik elől a vizet, stb. Tehát együttműködő rendszerek vannak, ezért fontosak az emeletek. Tehát ennek legalább egy 10 méterre lemegy már a gyökere, ugye? És felszívja, itt láttok krumplit, egy darab krumpli bogár nincs rajta, mert biodiverzitásban van. Ott lenn láttátok, azon volt krumpli bogár. Tehát ilyen egyszerű az élet. És akkor van itt tök, paradicsom, minden szentszar van, de majd mindjárt sétálunk egyet is. Kender tegyetek, mert zseniális a kender, az egy nagyon fontos gyógyító cucc. Ugye 5000 éves pipák a Kárpát-medencébe, vajon mit szívtak akkor, amikor nem volt dohány? Hát ezt. Tehát egy gyógyítás, olyat egyél, amin van ilyen kis termés, mert ez hím, tehát van külön hím meg női virág. Most lehet divat, hogy építkezéshez is csinálják. Minden ezt csinálják, de annyit tudjatok, hogy Magyarország kender nagyhatalom volt. Tehát egyrészt nemesítésben ott volt a kompolti kutató, amit tönkretettek, másrészt hatalmas kendergyáraink voltak. A kender is jut a gyár, stb. Ezek kötelektől a szövetekig, hát ezek hihetetlen erősek voltak. Hát a kender az egy zseniális anyag. Az igaz, hogy még a vasútvonalaink is erre épültek a gyűjtőközpontok? Hát persze, hát egy része persze, a cukorrépek, tehát minden ilyennek volt. Igen. Igen, tehát a kender az egy zseniális anyag, a len is az, tehát egy rend lenvászon viselet, az 3 évig tartott. Első évben ugye templomba járós ruha volt, második évben munkaruha, harmadik évben meg ilyen riherony, meg mindenféle. Azt tudjátok, mi a riherony, remélem? Igen. Férfiak tudják jellemző módon, az volt régen a tampon helyett. Hallottuk az előadást. Na tessék. Kapcsarongy is ebből volt. Tehát ha megnézitek, itt is egyszerűen egy tragikus minőségű homok van. És ebben a homokban semmi nem termett. Tehát ez, hogy ilyen múltsávok léteznek, és ha megnézitek itt a földet, ez már egy teljesen más kategória. Tehát látni fogjátok mindenütt a nyomát, hogy tehát ez már egy fekete, ez egy televén. És hát mindenféle van itt. Ahol már vastagabb a televény, ott nedves is még. Nézzétek meg. Most azért még egyet nézzetek meg. Ez egy természetes úton kikelt szilfa. És még újabb, mint ezek. Tehát nézzétek meg, hogy ami jó helyre maga a természet ülteti, ez mennyivel gyorsabb, mennyivel erősebb. Tehát ezeket körülbelül akkor ültettük, mint amikor, sőt, ez egy évvel utána keletkezett. Ezek szilfák, ez az, amit mi ültettünk. Amit a madarak ültettek. Hát ez, így van, hát ez az. Hát. Gyertek még ide, mert a libákat elfelejtettem mondani. Tehát látjátok, hogy ezen a sávon libák vannak. Ezt a sávot vándoroltatjuk. Tehát a liba a legegyszerűbben tartható, még a ilyen baromfiak közül is sokkal kevésbé érzékeny, tehát kiskorában érzékeny, de utána agyonütni se lehet.
Tehát egy ellensége van a róka. De miután, ha csapatban vannak, tehát ha ott van 10 liba, azok olyan zajt csapnak, hogy még a róka is elmenekül. A legjobb riasztórendszer. Na most, amit még tudni kell a növényekről, a növény nincs meg állat nélkül. Tehát a növény az egy növekedési tendencia. Ezt az állat tartja állapotba, tehát az legeli vissza, az metzi vissza, nagyon fontos. Tehát itt is úgy akarom csinálni, hogy ezeket ne én nyírjam fűnyíróval, hanem egyszerűen a libákat fogom így odébb rakni. Tehát itt vannak 2 hétig, lelegelnek mindent, odébb kerül a kis kerítés, megint odébb kerül, és így szépen lassan lelegelnek mindent, és 2 haszon van. A paraszti kultúrában mindennek több haszonvéte volt. Mindennek. Tehát ugye mindig kérdik, hogy 1 hektárról mennyi ezt-azt-amaszt lehet lehozni. Hát most nézd meg, ha csak azt a növénytársítást nézem, ami a bab, tök, kukorica, ugye, ha együtt ülteted, miután egymást támogatják, annyi bab jön le, mint 1 hektárról, ha csak babot ültetsz, annyi tök, mint 1 hektárról, csak tököt, és annyi kukorica, mint 1 hektárról, csak kukoricát, és 1 hektárról. Mert egymást segíti, és a kiskertjük is ilyen volt. Ezért volt, hogy gondolod, hogy 700 négyszögöből megállt, megélt egy 10x fős család. És ezt ma is meg lehet csinálni, észre kell csinálni, nem monokultúrákat. És itt nézd meg, itt aztán tényleg nem sokat kapálunk, meg gyomlálunk, mi a valami nagyon eldurul, azt kihúzogatjuk, de még az se jellemző. De hogyha megnézitek, a paradicsomtól a tökön át kukorica is van valahol, azok most kezdenek. Ilyesen jól vitt, csak ugye nem tudták még az első GPS-ek, hogy mi az, ami földút, meg mi az, ami burkolt. És akkor ott éjszaka mentem, és egyszerűen éreztem egy ilyen hihetetlen nyugalmat. Meg olyan, tudod, mint amikor úgy hazaér az ember, lenyugszik, lecsillapodik, és akkor hát másnap, nem is másnap, egy hét múlva visszajöttem, megnéztem nappal, nagyon tetszett ez a völgy baromira, tehát nem is gondoltam, hogy ennyire az Alföld szélén ilyen dimmes, dombos vidék van. Ez a Gödöllői dombság... Mi? Nem, az ott van. Nem a legmagasabb pontja, csak valamiért ott a természet úgy döntött, hogy ott fut össze 3 ilyen óriási energia. Ez tulajdonképpen a Földnek a meridiánjai. És azt akkor már érezted, vagy utána mértétek? Hát mértük utána, de ezt nem kell mérni, tehát ez pálca nélkül is. Bementek, hát ha valakinek van 5 perce, fölsétál, főleg ha valami elintézni valója van a főnökkel, vagy a főnökasszonnyal, akkor beül, és például kér jelet. És figyeljétek meg, hogy mik fognak történni. Tehát hihetetlenül működik. Na, tehát az a falunak a szent helye, nekünk is ott volt az esküvőnk, ott voltak a keresztelőink. Kiskacsák. Kiskacsák nincsenek, csak kislibák. Kiskacsák.